Hallgass meg Jeremiás próféta könyvéről. Legfájóbb sajnálásaink közepette is bízunk abban, hogy Istennek hozott áldozatok nem marad gyümölcstelen. A gonoszoktól szorongatva a próféta így fohászkodott. Uram, te megmutattad nekem, és így felismertem cselekedeteiteket. Világos lett előttem, mert feltártad szándékaimat. Én pedig, mint szerint
nem tartja érvényes. Új módon mutatja be az Atyát, aki szereti az embert, a legkisebbet, a meglepetet és a perifériát lévőt, és új kapcsolatot teremt ember és ember között Jézus. Megteremt a szolidaritásnak a lehetőségét és a szolidaritásnak a kultúráját, ami egyszerre jelent osztozás, részesedés, részvétel a másik ember életében. Számunkra a szolidaritás nem pusztán egy társadalmi vagy szociológiai kategória. Valamilyen szinten a másik ember áll, valamilyen szinten képviselő az ő fiát. Sokkal többet jelent. Osztozás, részvétel, részesedés a másik ember életéből, sorsközösségével. Ugyanúgy, ahogy Ferenc pápa beszél erről, az Evangélium Görögök című apostoli buzdításának 24. pontjában, akkor azt mondja, hogy én olyan egyházat szeretnék látni, ami kilép önmagából, ami kezdeményez, olyan egyházat, aki bevonul, engedi, hogy bevonja a világ a maga körébe, és ott szentelje meg a világ. Az osztozás, a részesedés, a sorsközösség, a szolidaritás kultúrájának a világ. Ezért éltek bennünket. Ennek vagyunk részese, és ennek sajátos módon részesei azok, akik szövetségben, egyesületi módon is, a világ felé is megjelenítik Istennek a jó akaratát az ember felé. A szolidaritás kultúrája ugyanis megkívánja tőlünk, hogy fölismerjük elsődlegesen és mindenekben, hogy én is szegény vagyok. Amikor segíteni szeretnék, nem abból a pozícióból teszem, én nekem van, én értok, én gazdag vagyok, te vagy a szegény, te vagy a rászoruló, te hátad, szó nincs erre. Ez nem Jézusnak a magatartás. Én is szegény vagyok. Rászorulok Isten. Rászorulok a testvérem segítségére. Rászorulok a szegényre, a szegénységére azért, hogy jól tudjak látni, jól tudjak ismerni. Szükséges tehát értelmezni a szegénység új formáját is. 16. Benedek Márton beszél arról, hogy szegénységnek talán legszörnyű, és minden átható formája és új formája a tudatlanság, a vallási tudatlanság és a kulturális tudatlanság, az ismeret hiánya. Ennek volt a szolgája Adolf Kolfin, aki a szegény tanulcok között tanítani szeretett volna, hogy szakma, hogy lehetőség legyen a gyerekekben. De nem állt meg itt, hanem a hit szegénysége után is akart elég tanítani, nevelni, segíteni a rászorulókat. És tette is ezt példától van. Szükséges a szolidaritás kultúrájára, ami mellé elszegődünk. Fölismerni azt is, hogy a közösség javai az evangélium szerint kell felhasználni. Az osztozás szerint. Ami messze több, mint osztó igazságosság. Ugyancsak 16. Benedek Pápa beszél arról, az osztó igazságosság egy nagyon magas társadalmi mérce, de még ezt sem tudjuk megtenni. Még ezt sem tudjuk biztosítani, hogy mindenkinek azt adjuk, ami neki jár. Sokkal kicsit van így szó. Igyekszünk megtenni azt, és odaadni, ami másik helyére. De ez úgy, mint egy családban, mint ahogy egy édesanyja édesapja teszi. Megosztani azt a keveset, ami van. És egyszer az egyik testvér meg kell tudni, meg kell tanulni, máshol a másodnak kell, meg kell munkálni, kell menni. És ez nem igazságtalanság, hanem az osztás és az osztozás öröme, az evangélium radikalitása. Új színbe, új fénybe állítja ez az adásnak a szükségesség számára. A szolidaritás kultúrája megkívánja tőlünk, hogy vállaljon a személyes kapcsolatot azzal, aki segíteni szeretné. Hiszen mi nem dolgokat, nem tárgyakat, nem pénzt, nem eszközöket akarunk adni. Ezek fontosak. Mi nem kérünk a személyes kapcsolatot. Ez a legfontosabb.
Jézus nem félkoztatott a kapcsolatában szegényen, az elítéltel, a bűnössel, hogy életet. És természetesen szükséges adott esetben vállalni a társadalmi konfliktusokat is, az evangélium alapítását. Vállalni azt, hogy mindenkinek tetszik, amit teszünk. Nem mindenki értelmezi úgy, ahogy a mi a szeretnénk tenni. Mai evangéliumban látjuk, Jézus már tudja. Semmiben sem különbözünk, és nem is lehetünk kedvenek. Természetesen azért az is fontos, nem az evangélium alapítás egyetlen fokmérője az, hogy mindenki halasztja rá, nehogy ebben megoldjunk, de természetesen vállalunk el bizonyos nehézségeket, konfliktusokat is. És vállalni az egyik működés azokra, akik talán más hiten vannak, más meggyőződésben vannak, de szeretnének segíteni az embereket. Tudjuk együtt, hogy nem egy zárt közeget alakítunk ki csupán, hanem rányítunk a világ jó akaratú embereinek a lehetőségeire is, kapcsolatot keresve fűzzük velük össze. Reméljük, hogy szegénység támogatáson keresztül is új minőségű közösségeket tudunk kialakítani, ahol nem magunkról szól egy-egy rendezvény, nem arra irányul, hogy mit szeretnénk, mi lenne jó nekünk egy szűk zárásban. Ettől nagyon jó bennünket Ferenc pápa, amikor azt mondja, nem szeretnék, hogyha továbbra is egy egyház gyermekei önmaguknak szerveznének pusztán közösségi alkalmakat. Mi felelősek vagyunk azokért, akik nem ismerik Jézus Krisztusnak az evangéliumát. Új minőségi társadalmat, közösséget alakítunk, mennyit itt a világra, egy pedig profitai oldal. Írjuk, hogy a mai napon miért fogunk minket eljönni. Megköszönve azoknak előttünk álló példát. Megköszönve ezt a hosszú, két évszázados tapasztalatot. Megköszönve az előző munkáját, és ünnepeljük Isten hatalmas tetteit, melyeket az élet szegény. Testvéreim, kérjük megérőket, hogy a nagy bőtő szentidőben készítsünk.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd tetszéssel áldozati adományunkat, és fáradozó akaratunkat hajlítsd magadhoz kegyelmeddel. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük. És ezért az angyalok megszámlálhatatlan seregével együtt magasztalunk téged, és hálás szívvel zengjük. Szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szentelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kivontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk Urat támadásodat, amire jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elvont testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, boldog Adolf Kolpinggal, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek,
és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélek teljességben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Istent Atyának hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelked. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghívasztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megjutsz az életbe. Thank you.
Könyörüljünk. Kérünk Istenünk, a szent áldozásban magunkhoz vett ajándékait tisztítsanak meg minket, és tegyenek kedvessé előtted, Krisztus a mi Urunk által. Áldás előtt szeretném köszönetet mondani. Köszönöm Isten Atyának ezt a mai délelőttöt, hogy velünk ünnepel, és hogy áldozhattam a Kicsit Ház nevébe is, ahol mi Atya rejtéjét. Köszönöm a házigazdáknak, befogadtam bennünket Helynök úrnak. Köszönöm mindenkinek, aki ma eljött. Köszönöm a Kaposvári Egyház nevében érkezetteknek, a Balaton fővárjának, Kaposvári csatlakozhat hozzánk, Rézes Atyának. Köszönöm Kántúr szolgálatát. Fontosak ezek a lelki napok, és ahogy állom az egyház megyéket, tényleg tapasztalom, hogy megerősödik a Korvin közösség. Adja az Isten, hogy segítse bennünket, Korvin Atya. A kapukat már kinyitottuk pár évvel ezelőtt, pókárit leforoltuk, hogy ahogy az imádságban is mondjuk, tudjunk dolgozni az egyház községeinkben, egy emberi társadalom felépítését. Ez nagyon fontos. Nemrég Örben jártam, és Korvin Atya sírjáról hoztam egy mécses. Tudom, Püspök Atyának már van ilyen, de ennek az ünnepnek a fényét szeretném átadni, mit meggyújtottunk. És kérem Püspök Atyát, hogy őrizze ezt a fényt, és segítse, támogassa továbbra is a Korvin munkáját itt a egyházmegyénkben. Köszönöm szépen. És hogy Korvin idézetekkel is szolgáljak, és a mai napnak az emlékére szeretném átnyújtani még ezt a kis ajándékot. És mielőtt átadnám a szót apátunknak, mindig is türelmet kérek, szeretnék egy levelet felolvasni, még örömként közölni a jelenlévő testvérekkel, amit Erdő Péter bíborosoktól kaptunk. Főtisztelendő országos Jézusnak tisztelt asszonyunk, tisztelt uraim, vezetőség. Nagy örömmel olvastam január 18.
tisztelendő püspök atya, szeretném a közösség nevében megköszönni a Szent Misében kapott tanítást, és kérem, hogy imádságaival továbbra is legyen velünk, és erősítse a Kordin mozgalmat. Én magam is megköszönöm mindenkinek nem csak a jelenlétét, hanem a szolgálatát, amit Kiki a saját helyén, közösségében imával, szeretett cselekedettel végez. Biztosak lehetünk abban, hogy minden áldozat csodát terem. Holnapi vasárnapnak lesz ez az evangéliuma, a buzamak csodája, mely ha földbe kerül és elpusztul, bőséges termést hoz. Hát ezt kívánom, hogy ne féljünk az áldozattól, mert életre vezet bennünket. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Legyen áldott az Úr neve. Most és mindörökké. Segítségünk az Úr nevében. Aki az eget és a földet alkotta. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.